dr. Moravcsik Bence Balázs, ortopéd traumatológus főorvos, gerincgyógyász, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika alapító orvosigazgatója. Szívügye, hogy a páciensekkel érthetően kommunikáljon az ízületi betegségek megelőzéséről és az ellátásáról. Küldetése, hogy mindenki visszakapja a fájdalommentes mozgás szabadságának örömét. Szabad idejében hosszú távokat fut, hobbija a társas tánc. Hosszú távfutás, társas tánc. Na de hogy ezeket lehet egy csípőfaszalban? Ehhez kellenek jól mozgó ízületek, igen. Moravcsik Bence pedig itt van nálunk. Szervusz, jó reggelt kívánunk. És ugye csípőficamról fogunk beszélgetni, ami azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenki hallott már róla. Tehát, hogy neked volt csípőficamos osztálytársad általános iskolában? Nem. Szerintem ott hallunk róla először. De tanárnőm volt. Valaki testnevelésből fel van mentve, mert csípőficamos baba volt, legalábbis az én időmben. Üdvözlöm a nézőket, és valóban hát a csípőficam az mindenkinek a fejében ott van, és miért? Azért, mert Magyarországon kialakult egy nagyon jó szűrőhálózat, egy nagyon jó szűrés, és mind a védőnők, mind a házi gyerekorvosok, illetve az ortopéd orvosok egy nagyon jó együttműködésben minden babát meg fognak vizsgálni 4 és 6 hetes kor között. Miért fontos ez? Tulajdonképpen egy olyan ez a szűrővizsgálat kicsit olyan, mint az oltások, hogy minden frissen szült nő elviszi a babáját 4-6 hetesen egy csípőszűrésre. Azért fontos, mert a medence, hova beleilleszkedik a combcsont, itt majd fogok nektek mutatni egy-két ilyen ábrát, a lényeg az, hogy kialakuljon és elég mély legyen a vápa, befogadja a comb fejet. És ennek a fejletlensége tulajdonképpen a csípőficam. Rossz a kifejezés, mert nem az jelenti a ficam, azt gondoljuk, hogy elhagyja az ízületi vápát, hogy kiugrott. De itt nem erről van szó, csecsemőkorban nem kiugrik, hanem fejlődött ki. Tehát nincs meg teljesen a combcsont fejének a fedettsége. És igazából ezt jelenti a csípőficam. Azt szoktuk mondani, hogy fejletlen inkább a csípő, és ez 4-6 hetes korban nagyon szépen fel lehet deríteni. Ezt részben egy fizikális vizsgálattal az orvos megnézi, nézzen pedig ultrahangvizsgálattal tudjuk ellenőrizni, és ez egy nagyon jó kifejlett módszer, és Magyarországon gyakorlatilag meg is szűnt az így a csecsemőknek a csípőficama való születés. Azért nagyon-nagyon ritkán azért vannak fejlődési rendelések, amikor ez előfordul, de ez igen ritka. Tehát osztálytársak között nagy valószínűséggel nem fognak találni a gyerekek. Már? Hát az én korosztályomban. Na, de akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy jól kezelhető dolog, hogyha a gyermekkorban ezt megállapítják, ott 4-6 hetes. Pontosan, nagyon fontos a szűrés, ezért mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, ez egy nagyon fájdalmatlan vizsgálat, a babák nagyon jól tűrik, viselik, és viszont ha ez felfedeződik, nagyon jól kezelhető, és gyakorlatilag egy pár hónapos korára babának teljes ki tud alakulni normálisan a csípő. De mivel lehet segíteni ezt, hogy kialakuljon ez? Van erre egy speciális kezelés, ezt egy kengyelnek hívják, berakják ilyenkor a babának, hogy megfelelően pozícionáljuk a combcsontját, és gyakorlatilag ennek segítségével ki fog alakulni az a vápa, amiben be fog illeszkedni jól a fej. Hát bocsánat, ugye, hogy csak hogy a nézőknek is megmutathassuk, ez a vápa. Amiben beleilleszkedik a fej, és ez ugye a forgó rész, ugye sokan mondják, hogy ez a gömbcsukló, ez a gömbizület, tulajdonképpen ebben forog gyakorlatilag a fej. És ennek a vápának, ennek a mélységét szükséges jól kialakítani. Vannak ilyen legendák vidéki anyukák körében, mint ami magam is vagyok, hogy egyébként a babának a kis combján a hurkákból lehet látni, hogyha nem teljesen. Pontosan így van, az első tünet az lehet, amikor megvizsgáljuk a babát, hogy a redők, az aszimmetriát lehet találni, ez már felhívja a figyelmet arra, hogy esetlegesen itt valami eltérés lehet. De mondom, a legjobb vizsgálat erre az ultrahang, mert nagyon szépen ki lehet mutatni. Aztán utána szépen növünk, akkor most már az általános iskolában nincsenek felmentve az osztálytársaink, mert csecsemőkorukban rendbe rakták őket. Ennyivel születtem régebben, mint te látod, Imre, te kuncogsz ezen, én ezt megéltem. Ne. Ez így volt nálunk. Igen, tehát azt kell vizsgálni ilyenkor, hogy a járás hogy alakul. Tehát ugye a babák ugye elkezdenek járni és léteni, és akkor van-e valami aszimmetria. De ha valakinél felfedeznek valamilyen fejletlenséget, akkor nagyon szoros kontroll mellett ezt lehet követni, és a járás képből azért sok mindent lehet látni. Igazából az...
azt szoktuk látni, bocsánat, felnőtt korban, hogy érdekes, megröntgenezzük a beteget, és látjuk, hogy jó, fejletlen a vápája. Tehát elő szokott az fordulni, és főleg idősödő szenyor generációban, hogy találunk még olyan elváltozást, akár 60-70 éves korban derül ki, hogy neki nem volt jól kialakult vápája, és ezért korán elkopott a csípőizület. Tehát azt kockáztatjuk vele, hogyha nem tudjuk, hogy eléggé kifejlődött a vápa, hogy korán kialakulhat egy csípőizületi kopás. De bocsássuk meg azoknak a gyerekorvosoknak, akik 70 éve az ultrahang híján nem tudták ezt felfedezni. De hát ott vannak a redők. De ha már kop... Igen. Na de. De nem mindenkinek tudhatta az anyukája. Szóval, hogy ha már felnőtt korról beszélünk, mi az, ami egyáltalán ennek a vápának, vagy ennek az ízületnek a kopását okozza? Ugye az, hogyha nem teljesen fedett, ott belegondolunk, ez a gömbfejezen 3-4 centi átmérőjű, és ennek a 3-4 centi átmérőjű porcborításnak kell vinni az egész test súlyát. Azért gondolj bele, hogy mekkora erők ébrednek ebben a kis gömbfelszínen. És a korai kopás az vezet, hogy nincs meg a megfelelő fedettség, tehát nagyon kis területre jut az az erő, ami gyakorlatilag a korai porckopáshoz tud vezetni. Az első tünete az lehet a mozgáskorlátozottság, hogy nehezebben indul el a mozgás, nehéz fölállni a székből, nehéz, be kell járatódni az izületnek, és ezt szokták a betegek elsőként mondani, hogy be kell járatódni, nehezen indulok, ez az első. A másik a fájdalom, de ilyenkor már gyulladásba kerül a csípőizület, mert a gyulladás miatt folyadék keletkezik, a folyadék meg feszíti az izületi tokot, és ez okozza a fájdalmat. Tehát a fájdalom vagy mozgáskorlátozottság el, érdemes ortopéd orvoshoz fordulni, készül egy röntgenfelvétel, nézzük meg, hogy van-e mögötte kopás. Akkor azt lehet mondani, hogy azért a csípőficam az az életünknek az elején jelentkezhet, és a vége felé, vagy azért ezt lehet azt mondani, hogy most a középkorúak nem is. Nem így mondanám, hogy és keletkezhet, is. Hanem gyakorlatilag ugye van, nagyon fontos a fejlettség, hogy milyen fejlett a vápánk, milyen fejlett az ízületünk, tehát ez, ha jól kialakul gyerekkorban, akkor azt mondjuk, hogy egész életünkre ez szolgál minket. Azonban mindenjén el fogunk kopni, tehát mindig valamilyen mértékű kopás valószínűleg a csípőizületben el fog indulni, csak nem mindegy, hogy mikor. És hogyha ezt időben észreveszik, időben felfedezik, akkor tudunk még ellene tenni, konzervatív kezelésekkel és a műtéti kezelésekkel egyaránt. Na, hát rengeteg kérdésünk lenne még, de most leszünk olyan jók, hogy átengedjük a doktor urat a nézőknek, úgyhogy örök is lesz. És itt is vagyunk már, és azt nyugodtan mondhatom, hogy égtek a telefonok. Abszolút, egy nagyon olyan téma volt, ami sokakat érint. Hát a csípő és a térpan azok általában így van, hiszen ahogy járunk, az valóban túlterhelheti az ízületeket. Sok kérdés volt például avval kapcsolatban, hogy mit tudunk tenni, hogyha elkezdődik egy ilyen probléma. Azt megbeszéltük, hogy kell az orvos, de általában ugye itt a konzervatív kezelés, ami nem műtétes, azok a fizikoterápiás kezelések. Van most egy nagyon jó kezelés, amikor az elektroterápiát és a mágnes terápiát kombináljuk. Ez az elektromágneses terápia, és gyakorlatilag ez nagyon-nagyon jó, az a neve, hogy tekár kezelés. Ez nagyon mélyre hat a szövetekben, mert a csípőizület mélyen van. És ezek, mivel mélyebbre tudnak hatni ezek a fizikai energiák, ott tudnak gyulladást csökkenteni tulajdonképpen. Ez egy tüneti kezelés, vagy ezzel alapvetően a problémát is meg lehet szüntetni? Tehát mondjuk lehet az a szerencsés eset, hogy mondjuk műtét nélkül kikeveredhetünk belőle. Igen, a legtöbb ilyen kezelés, hogyha kopásos betegségekről beszélünk, azért az a célunk, hogy a műtétet minél távolabbra tegyük az időpontját, és talán oldjuk is meg vele. Mindig az a kérdés, hogy mi a kiváltó ok. Hogyha a kiváltó ok egy gyulladás, akkor ez maradéktalanul akár meg is gyógyulhat egy ilyen kezeléstől, és hosszú évekig nem lesz probléma. Viszont, hogyha valakinek egy előre haladott csípőizületi kopása van, ahol egy visszatérnek a dolgok, akkor átmenetileg segíthet, ki is kell használnunk ezeket a kezeléseket. Mondok például egy példát, ugye nagyon népszerűek mostanában a gyakoron elterjedtebbek az injekciós kezelések. És a csípőbe is tudunk injekciót adni, mégpedig ultrahang vezérelt módon, például hialuronsav kezelés, vagy van a saját vérterápia, ezek mind gyulladáscsökkentő kezelések, azt a célt szolgálják, hogy az ízületben a forgás, azt megadjunk egy kenés neki, hogy gördülékenyen megyen, csökkentsük a súrlódást. Mit tehetünk mi, mondjuk, vagy tehetünk-e egyáltalán bármit azért, hogy mondjuk csökkentsük a kopást, ami ugye alapvetően azt gondolom, hogy az évek alatt benne is van, tehát ennek kopnia is kell, tehát nincs olyan gondolom, hogy valakinek nem kopik. Hát fontos az, hogy van egy genetikai meghatározottságunk, van, akinek valamiért korábban kop,
terápia kell, tehát van egy genetika, és vannak a tényezők. Én például a túlsúly. Ha valaki túlsúly, és figyeljen rá, egy egyszerű csökkentett, egy szénhidrát csökkentett diétával azért tudunk erre figyelni. És ott a mozgás, amit ugye mindig elmondunk, hogy szükséges a mozgás, azért vannak olyan mozgásformák, amit bármilyen állapotban lehet végezni. Én a vízben való mozgás, nagyon fontosak a, úgy hívjuk, hogy víz alatti tornák például, ezt is lehet gyógytornász vezetésével csinálni. Nagyon fontos a gyógytornát, mindig lehet gyógytornázni, izmot erősíteni, izmot lazítani, és így a csípő ízületek és a gerincnek az együttes kezelése gyógytornásszal az nagyon hatékony tud lenni. Igen, az én édesanyám az jár a Komjádiba vízitornára, és hihetetlenül élvezi, mert azt mondta, hogy egy remek program is, és érzi is magán azt, hogy a változás, de akkor tényleg ezzel tudjuk megtenni. Tehát, hogy odafigyelünk a mozgásra, mert azt gondolom, hogy az élsport azért az már megint egy tényező, jobban kopik. Élsportban ott nagyon-nagyon ki van hajtva a végletekig egy ízület, mozgása és annak a terhelése, tehát az élsport az általában nem tesz jót az ízületeknek, de hát nyilvánvaló, hogy azt talán nem is üzzük talán életünk végéig, de fontos az, hogy maradjon meg a mozgás, mindig legyen ott egy séta, legyen ott egy kerékpározás, legyen ott esetleg egy úszodában, egy akár egy úszás, vagy pedig egy víz alatti torna. Nyíltak a strandok, azt gondolom, hogy most már semmi akadály annak, hogy az ember mondjuk egy jót úszon. Még egy kötelességem van, köszönjük szépen itt a nyár előtti munkát, és a sok segítséget, amit nem csak mi kapunk, de a nézők is, és egy nagyon jó nyarat kívánunk, és remélem, hogy a nyár végén újra találkozunk, és akkor meg be tudjuk beszélni azokat a kopásokat és húzódásokat, amik a nyáron bekövetkeztek itt mindenkinél. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, és még egyszer nagyon kellemes nyarat kívánok. Viszont kívánok. Kedves nézőink, ezek a videók azért készülnek, hogy önöket hitelesen tájékoztathassuk betegségekről, a betegségek kivizsgálásáról és kezeléséről. Ha tetszett ez a videó, nyomjon egy lájkot, amennyiben pedig nem akar lemaradni a következő tartalomról, akkor pedig iratkozzon fel csatornákon, és nyomjon a csengőt. Ha a témával kapcsolatban kérdése van, írja meg a hozzászólásokban, amennyiben ebben a témában érintett barátja, rokona, ismerőse van, akkor pedig mindenképpen küldje tovább neki ezt.